A felnőtt élet küszöbén a szalagavató ünnepség az egyik, ami a nagybetűs életbe indítja a fiatalokat. A Kempelen Farkas Képesség és Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium végzős diákja is ennek jegyében tartották meg szalagavató ünnepségüket január 10-én az Aranytál étteremben. A 2019-2020 tanévi szalagavató ünnepséget Janovszky Csenge népdalcsokor összeállítása színesítette, majd a jelenlévők Bősze Éva Szalagavatóra című versét hallhatták Szaká Bernadett előadásában. Kis Ilona igazgatónő a felnőttkor kihívásairól beszélt, és a diákok itt eltöltött éveinek szépségeit és nehézségeit idézte. Kedves tanítványaink, találjatok alkalmat, módot, hogy ezt a csodálatos 4 évet szavakba öntsétek. Mi a legfontosabb, és mi a legszebb? Hiszen a mögöttetek álló középiskolás idő nem magányos zarándokút, hanem mérföldkő, a szülők és a pedagógusok segítő szándékával szirádítva, egy megismételhetetlen közösség örökbecsű összetartozásában, amelyben a megismételhetetlen osztály közösségét erősítheted személyeddel és a szivárvány színeiben megmutatkozó személyiségeddel. A végzős diákok nevében Silver Olimpia Szilvia búcsúzott. A 12. A és 12. B végzőseinek galériaira az osztályfőnökök Pataki Henrietta és Kecskés Edit feltűzték a felnőtté válás szimbolizáló szalagot. A diákok egy-egy szál vörös rózsával köszönték meg szüleiknek az éveken át tartó támogatást és szeretetet. A szalag feltűzését követően vidám műsorral kedveskedtek a végzősök. Rájuk fért a lazítás, hiszen a tanév második felének zárásakor érettségi vizsgát kell tenniük. A szalagavató ünnepség a hagyományokhoz hűen keringővel zárult.